Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Barta Tusek János vagyok, PPH másik igazgatója. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek föl. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében is részt vett. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával? Rohan a vesztébe. Rossz fele megy? Rohan a vesztébe? Kevésbé jó irányba? Tehát inkább rossz irányba, mint jó irányba? Sokkal rossz akaratú ember, tudatlanság van, elnyomás van, szeretetlenség. És szerinted mi várható akkor, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ? Pusztulás, káosz. Semmi, jó? Hát ugye mi olyan területen vagyunk, ami ugye egy kicsit másabb, ami a megszokott. Tehát amióta én saját szervezésű csapattal foglalkozok, ugye az és saját szervezetem van, tehát úgy értem, hogy teljesen saját. Ugye az 93-ban indult, de 94-től lettem igazán független. Tehát úgy független, hogy előtte még társaim voltak, és utána már nem. És ugye 94-től már tőlem függtek a dolgok. És 94-től, ugye ami mostanáig, én új dolgot nem találtam ki, csak találkoztam olyan dolgokkal, amire én azt mondtam, na ezzel érdemes foglalkozni, mert ez az emberekért tudna lenni, és módosítottam rajta. Tehát ugye mi úgy csináltuk annak idején a pénzintézeti dolgokat, mert három területen voltunk piacvezetők annak idején pénzintézeti tevékenységben, de ugye már kettő esetben ott teljes egészében már ez a módosítás volt. Tehát úgy lettünk a legnagyobbak egy bizonyos pénzügyi területen,
azt úgy hívták, hogy önkéntes nyugdíjpénztár, tehát nem magán nyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, hogy én ahhoz képest, ami a többi, ami, ahogy a többi működött, ahhoz képest másként csináltuk. És a másként csinálásnak az lett az eredmény, hogy piacvezetők lettünk. Utána önsegélyező pénztár szervezéssel foglalkoztunk, abban is piacvezetők lettünk, és úgy csináltuk, hogy akkor is már voltak más önsegélyező pénztárak, és úgy csináltuk, hogy azért lettünk a legnagyobbak, mert másként lett csinálva az, mint a többi. És most itt a coach képzésnél is, ugye, ha körülnézel a coach képzések területén, akkor azt látod, hogy nem kevés coach képző szervezet van itt mondjuk Magyarországon, de az biztos, hogy egyik sem úgy működik, mint ahogy mi. Több tekintetben sem úgy működnek, ahogy mi. Az egyik ilyen fontosabb dolog az, hogy mi bevittük a képzésekbe a szellemiséget. Tehát ami azt jelenti, hogy itt nem csak arról tanítjuk az embereket, hogy hogyan vigye rá az ember a saját jelöltjét, tehát egy coach a saját jelöltjét, hogyan vezesse rá arra, hogy, a problémájának mi az oka, illetve hogyan vezesse rá, hogy a problémájának mi a megoldása, hanem mi olyan dolgokat is tanítunk, hogy milyen a, mi az élet működése, mi hogyan vagyunk itt mi emberek ezen a bolygón, mi volt addig, míg ugye ez a bolygó akár nem is létezett, mi volt akkor, tanulunk olyan dolgokat is, hogy hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember maga. És ugye a coachok nem tanítanak embereket arra, hogy az élete minden területén képes legyen az illető, mondjuk az ügyfele jól működni, hiszen akkor a coachnak nem lenne munkája. Mert a coach ugye abból keresi a kenyerét, hogy az embereknek vannak problémáik. Ugye mi teljesen egyedülállóan az embereket arra tanítjuk, hogy képessé váljon bárki, hogy az élethelyzetében helyesen működjön, tehát az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megelőzze, sőt, ha jön egy probléma, akkor természetesen meg is tudja oldani, tehát bármilyen problémával találkozzon majd az illető, képes legyen arra, hogy megoldja a problémát. Ha mondjuk mégis éri egy problémát, akkor itt van egy közösség, ahol itt vannak olyan vezetők, segítők, akik tudnak neki segíteni abban, hogy ő a problémáját díjmentesen megoldja. Márpedig ugye a coach szakterületen nem az a jellemző, hogy díjmentes megoldásokat kapnak az emberek, hanem mondjuk egy coachingolás az úgy kezdődik, hogy óránként 3000 forinttól óránként 30000 forintig terjed. Mondom, óránként. Na most nálunk, meg akik itt vannak, tanulók, tanulják az élet és az ember működését, tanulják a coach szakmát, és ebben a közösségben, ha valami problémája támad az illetőnek, akár családi, akár milyen üzleti, vagy bármilyen problémája, akkor itt vannak olyan emberek, akik vezetők, akik képesek arra, hogy rávezessék a problémája valódi okára és a megoldásra is, és ezt mivel a közösség tagja az illető, ezért ezt ingyen meg tudja szerezni. Na most én ismerek olyan embert, személyesen ismerem, aki azt mondja, hogy a 2000-es évek eleje óta, tehát lassan 20 éve emberek fejlesztésével foglalkozik. Tehát ő nagyon sokat tanult, hogy az emberek fejlesztésével foglalkozzon. És évente nem tudom hány napot, hány hetet tölt el úgy, hogy elmegy külföldre, és coachingolják őt.
De ilyen óránként ilyen legalább ilyen 10.000 forintos összegért. Ha jól emlékszem, a múltkor valami 15.000 forintról beszélhet óránként. Na most, hát ő nem coach, hanem emberek fejlesztésével foglalkozik. Tehát úgy fejlesztésével, hogy főleg az üzleti területen, tehát üzleti területen, tehát hogy vállalkozók jobban boldoguljanak az üzleti területen. És ő gyakorlatilag éves szinten ilyen kisebb vagyont kifizet arra, hogy elmenjen ilyen külföldi coachhoz. Itt a legutoljára, amikor láttam, akkor Dél-Afrikában volt. Tehát oda elutazni meg vissza, az se olcsó. És ott keményen fizetett, tehát neki ez ilyen több milliós kiruccanás volt, coachingolás volt. És akkor mi meg úgy csináljuk ezt az egészet, csak azért mondom, mert ha az ember coachingolást akar, akkor jó, ha tudod, az nem kis pénzbe kerül. Tehát ha az ember meg akarja oldani a problémáit, akkor az nem kis pénzbe kerül. Máshol. Itt meg van egy olyan közösség, amit nem biztos, hogy kellően értékeltek. Ezt csak úgy mondanám. Ahol ugye mióta én coach, tehát ilyen jellegű képzéseket nyújtok az embereknek, amit most csinálunk, ugye ez most már 10 éve lesz júliusban, előtte ugye vezetők képzésével foglalkoztam, tehát vezető képzéseket folytattam 93-tól ugye 2010-ig, az is akár, hogy nézzük, az 17 év volt, tehát már 27 éve fejlesztek embereket, ugye azért az nem kevés, és lényeg az, hogy aki itt tanul, az nem biztos, hogy kellőképpen értékeli azt, hogy te egy olyan közösségben vagy benne, hogy bármilyen probléma, ami felmerül az életedben, itt van megoldás, ugyanis 2010 óta az élet és az ember működésével kapcsolatban nem tudtak olyan problémát elém hozni, amire nem tudtam volna a megoldást. Tehát ami annyit jelent, nem azért, mert ennyi mindent tapasztaltam, bár sok mindent tapasztaltam, sokkal többet, mint bárki más, akit akár ismerek, és hanem azért, mert van egy olyan égi kapcsolatom, hogy mondjuk 3 percen belül az olyan kérdésre megkapjuk a választ, illetve megkapom a választ, ami a megoldás az ő számára. De olyan kérdésre, amire ő utána tud nézni, meg tudja nézni, arra nem is kérek választ. Mert ez a válaszküldés, ez csak akkor működik, hogyha én kérek választ. Tehát választ kérek, és akkor kapok, ez nagyon gyorsan működik, gyakorlatilag most már ilyen pár másodperc, igen, ez 3 percen belül működött. És akkor megkapom a választ. De akkor, ha kérek, ha nem kérek, nem kapok választ, hiába kérdezi az illető, nekem akkor is kérdésként tovább kell küldeni a kérdést. Na most csak mondok egy példát, hogy valaki olyan dolgot kérdezett éppen a minap, amit ő ki tud deríteni, aminek utána tud járni. De tőlem akarta a választ. Én meg nem kérdeztem meg. Tehát lehet, hogy nem is adtak volna választ, de meg se kockáztattam ezt a kérdést, hogy most kapok-e abban a téren választ vagy sem, mert olyan kérdés volt, aminek ő utána tud nézni, utána tud járni. Jó, tehát ezt most azért mondom, mert itt van egy olyan közösség, ahol bármilyen problémája lehet valakinek, tudjuk az okát, és a megoldást. Jó? Tehát bármi probléma legyen. No szóval, hát és akkor már ki is derült, hogy mivel foglalkozunk, de haladjunk egy kicsit.
ezen most túllépünk. Na milyen jó lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy miként működik az ember, vagy miként működik az életem, vagy mik a legfőbb alapelvek az életben, és nyilván elsősorban a boldog élethez. Ugye megnézzük, mi az, hogy boldogság. Én rajtunk kívül én még nem hallottam, hogy meg tudták volna fogalmazni. Tehát a boldogság az gyakorlatilag 6 dolognak a jelenléte, egyidejű jelenléte. Tehát nem egy dolognak az egyidejű jelenléte, hanem 6 dolognak az egyidejű jelenléte. Ugye az egyik az, hogy hát az ember szeretetben éljen. Tehát az azt jelenti, hogy lehetősége legyen elég szeretetet adni, és elég szeretetet kapni. De beszéljünk erről egy kicsit, jó? Rengeteg olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy én már életemben nagyon sok szeretetet adtam, és viszonzást meg nem kaptam, ezért beszüntettem az adást. Hát nem tudom, te ilyenekről hallottál-e már, de én sok ilyen emberrel beszéltem, aki ezt csinálta. Na most, ugye általában az emberek hova adnak szeretetet? Kiknek? Hát a család. Így van. A családnak. És a család az nem úgy van, mint régen, például édesanyám még 8-an voltak testvérek, ezért nekem összesen ugye van 22 unokatestvérem. Tehát 23-an vagyunk első vonalú unokatestvére. És hát az én nagyapámnak elég nagy családja volt, mert anyuval egyszer összeszámoltuk, és valami 160 valahány főre jött ki a család létszáma. De még akkor, amikor még otthon éltem, az még nem most volt, az még 84 előtt. Tehát 84 előtt már ilyen létszámot számoltunk össze. Az azt jelenti, hogy max másodunoka testvéreim voltak akkor még csak. Tehát maximum. Nyilván azokat beleszámoltuk, meg ugye a unokatestvéremnek a férjeit, meg a másodunokatestvéreket, meg esetleg akinek már ott volt felesége, vagy férje. Tehát lényeg az, hogy ugye a nagyapám, hogyha valamelyik rokonától nem kapott szeretetet, semmi gond nem volt, de kapott mástól. Érted? Nem feltétlenül attól, aki adott neki, akinek ő adott szeretetet, semmi gond nem volt, kapott mástól. De a mai világban például nézzük a visszalépést, ugye nekem 22 unoka testvérem volt, most is vagyunk még azért 18-an, ezt csak úgy mondanám, és az én fiaimnak meg van egy unoka testvérük. Tehát jó nagy visszaesés. Na most, ha ezt megnézzük, akkor ugye a mai világban már nem ilyen nagyszámú családok vannak, és az emberek azok továbbra is csak a közvetlen hozzátartozóktól vagy rokonoktól várnák a szeretetet. De a rokonság az a régi rokonsághoz képest tizede. Hát hogy várunk szeretetet tizede embertől? Főleg egy olyan világban, ahol még rosszabb állapotúak is az emberek, mint Danában hajdan. Tehát, hogyha az ember szeretetet akar, akkor hogy lehet úgy szeretetet kapni, hogyha először kapni akarok? Hát itt vagyok, és szeressetek, nem? Hát ez valahogy nem így működik. Tehát ugye a nagyapám adta a szeretetét, ugye azért nem beszélek a nagymamámról, mert ugye a feleségéről, mert ugye meghalt anyu 6 éves korában, és utána második felesége volt, akitől még lettek gyerekek, de ugye az már nem édes nagymamám volt. Ha egyébként ott voltam, akkor úgy működött, mint egy édes nagymama, tehát én nem láttam különbséget.
de ugye mégis inkább nagyapáról beszélek. Tehát lényeg az, mert ugye neki volt minden gyereke édes gyerek. És lényeg az, hogy ő adta kifelé a szeretetet, és akkor egyiktől nem kapta, semmi gond nem volt, másiktól se kapta, vagy a harmadiktól se kapta, vagy a negyediktől se kapta, az még mindig kis létszám volt, de semmi gond, megkapta az ötödiktől, vagy a tizediktől, vagy a tizenötödiktől, érted? Teljesen mindegy. De most már nincs ötödik, hatodik, tizedik, tizenötödik, mert nem ekkorák a családok, érted? És akkor az emberek szeretnék a szeretetet, de kitől? És ugye főleg a hölgyek szokták azt mondani, hogy mert mennyi szeretetet adtam a páromnak, meg a gyerekeknek, és viszonzás, meg nuku. És akkor, hát akkor az a megoldás, hogy jó, akkor innentől kezdve én nem kapok, nem adok, kész. Akkor ez a megoldás. Hát akkor mi a megoldás? Tehát kell valami olyan közösség, nem? Ahol az ember ezt meg tudja csinálni, nem? Hát ugye én már réges-rég, már kb. 20 éve tanultam először, hogy a családoknak azt a szerepét, amit a régen a családok betöltöttek, ugye a családok közösségi szerepet töltöttek be, hogy ezt kezdik elveszteni a családok, és ezt a szerepet a közösségek fogják betölteni. De ezt legtöbb ember nem veszi komolyan. Aki komolyan veszi, az meg úgy gondolja, hogy jó, akkor innentől kezdve eljárok templomba. Csak az nem közösség. Tehát még a templom esetén azt se lehet mondani, hogy az a pap által létrehozott közösség. Mert lehet, hogy a papot előtte két hónappal rakták oda, helyezték oda. Tehát nem hozta létre. Tehát az a közösség, amit valaki ő maga hozott létre, tehát ő saját maga, és ugye, hogy ha jól akar létrehozni az ember egy közösséget, akkor lehetőséget kell biztosítani a közösségen belül arra, hogy a közösség tagjai saját maguknak is létrehozhassanak közösséget. Miért? Mert most képzeld el, ha egy ember hoz létre egy közösséget, akkor gyakorlatilag mindenki ahhoz az egy emberhez csatlakozott. Az nagyon nem jó, mert egy idő után az a sok ember hogy fog az egyhez csatlakozni már, hogy fog vele kommunikálni közvetlen kommunikációba. Vagy csak ugye föláll a szószékre, az prédikál, nem? Tehát nem prédikációra van szükségük az embereknek, hanem kommunikációra. Tehát a kommunikáció azt jelenti, hogy oda-vissza történő kommunikáció. Tehát két irányú, így van. Tehát lényeg az, hogyha egy közösségről beszélünk, akkor ugye egy közösség, megnézzük, a nagyapa közösség az mi volt, hát azt a 167 embert nem ő hozta létre, hanem ő csak abból 8-at hozott létre, érted? És az a 8 létrehozott még továbbit, majd azok is létrehoztak még továbbit, és így lett másodunok a testvérig, meg annak a párjáig 167 fő. Érted? És akkor emberek azt mondják, hogy ez a fajta szervezés, ez ilyen pilóta játékszagú.
Tehát magyarul az én nagyapám pilóta játékos volt. Szóval, hát ha esetleg a gyerek 7-től, attól 8-tól nem kapta vissza, akkor ott voltak az unokái. Érted? És ha mármint a szeretetet nem kapta vissza, vagy nem kapott elég szeretetet, akkor kapott az unokáktól. Ha esetleg azoktól, akkor a dédunokáktól. Érted? De nem volt gond. De nem mindenkit ő hozott létre. Tehát ez megint ugyanúgy működött az én családomban, hogy mindenkinek volt egy kisebb vagy nagyobb saját csoportja, amit úgy hívják, hogy család. De a nagy családon belül. Érted? Na most nálunk a szervezés az ezen az alapon működik. Csak az embereket nem csináljuk, tudjátok? Hanem beszélünk velük. Hanem beszélünk velük. És hova hozzuk? Na, hova megyek? Ja Istenem, és akkor na, hova kerültem? Mondják az emberek. Hát egy olyan helyre, ahol nagyon fontos, hogy az emberek szeressék egymást. Mert ha nem is vagyunk vérrokonok, de lélekben abszolút nem rokonok vagyunk, hanem több mint testvér. Így van. Tehát több mint testvér. Tehát ha valakinek tudása van a léleknek a létéről, tehát most gondolj bele, itt vagyunk mi emberek, és az emberek azt mondják, hogy tanulj olyan dolgokat, amivel pénzt tudsz keresni. Mert ezt tanítják, nem? Tehát más nem tanítanak, csak tanulj olyat, amivel pénzt keresel. De azzal, hogy az emberek pénzt keresnek, azzal még nem fog működni az életükben a szeretet. Na most eleve ott kezdődik, hogy egy ember, ha tisztában van azzal, hogy valaki a rokona, vér rokona, akkor közelebbi kapcsolatot szoktak az emberek létrehozni azzal, aki vérrokon. Mondok példát, jó? Tehát mit tudom én mondjuk, biztos hallottatok már olyanról, hogy valaki fölnevelt egy gyereket, azt hitte, hogy a sajátja. És kiderült felnőttként a gyerek számára, hogy hoppá, ő nem is az apám, vagy nem is az anyám. És onnantól kezdve, mit tudom én mondjuk, az a gyerek elkezdte keresni az apját vagy az anyját. Ugye anya általában akkor szokott más lenni, hogyha adaptálnak egy gyereket, vagy elcserélték a gyereket, mert ilyen is volt, kórház. Kórházba elcserélték. Nem szándékosan, véletlenül. Ugye azért van most a karszalag. Tehát ugye azért raknak rögtön a csecsemőre egy karszalagot, hogy ne cseréljék el. Szóval a lényeg az, hogy kiderült, és hiába ő nevelte föl, de abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy ez nem az ő gyereke, akkor kicsit más lett egymáshoz, meg nem az ő a szülőm, kicsit más lett a hozzáállás. Tehát egy abszolút természetes dolog az, hogyha van az emberek között rokonság, de szó szerint vérrokonság, akkor valahogy érzelmileg jobban kapcsolódnak egymáshoz, mintha nincs. Tehát ezért például ugye ez egy tanítás, hogy vérrokonokkal nem lehetsz haragba, mert ha vérrokonokkal, illetve pároddal, vagy az az egyetlen, aki nem vérrokonod, a párod, ugye ha pároddal és vérrokonokkal haragba vagy, akkor az visel meg az ösztönös probléma közül a legjobban. És amikor egy ember
mondjuk a szeretetet akarja másoktól, akkor egyáltalán nem mindegy, tehát miben gondolkodunk, ugye a családban gondolkodunk. De miért a családban gondolkodsz? Mert azok a közvetlen hozzátartozóid. Világos ez? Tehát nem barátokban gondolkodik az ember, mikor a szeretetet akarja kapni, elsősorban nem barátokban gondolkodik, hanem családban gondolkodik, mert azok a közvetlen hozzátartozók. És a közvetlen hozzátartozóid nagy része az valószínűleg vérrokon. Na most, tehát hogyha az ember az ilyen kapcsolatot előre értékeli, előbbre értékeli, mint a sima hagyományos kapcsolatot, és ez természetes dolog, akkor vajon mennyire lehet az fontos, hogy az ember tudja, hogy mondjuk a lelkünk milyen kapcsolatban van egymással? Mert most a testi kapcsolatról beszéltünk, ez a vérrokonság a testi kapcsolatokra vonatkozik. Világos? Mert hogyha ott nincs meg ez a testi kapcsolat, tehát a szülő kiderül, hogy nem az övé, akkor már más, elkezd más lenni a viszony. Tehát ez testi kapcsolat. De bennünk nem csak egy test van, hanem van egy lélek is, és a legtöbb embernek fogalma nincs arról, hogy lélek szinten egy másik személye milyen kapcsolatban van. Mondjuk rokoni. Milyen rokoni kapcsolatban? Érted? Tehát a testi rokonság az, az könnyen látható, nem? De az, a lélek eleve nem látható. Tehát vannak is olyan rokonok, hogy hasonlítanak egymásra. Közben nem is testvérek, csak rokonok. Tehát mit tudom, én például jobban hasonlítottam a nagynénémre, mint anyámra. Vagy például a Marian is jobban hasonlított a nagynényére, mint az anyjára. Tehát a rokonság az szemmel látható sok esetben. Tehát mit tudom én, megnézzük a aposom vonalát, akkor lehet látni, tehát mit tudom, volt egy összejövetel, egy ilyen családi összejövetel, és jöttek az aposom rokonai, és így meg lehetett mondani, hogy ki az aposom rokona. Hát a vérrokonokra természetesen. Tehát ugye ez nyilvánvaló, de vajon a lelki rokonsággal hogy állunk? És akkor az emberek azt mondják, hogy jó az, hát az nem tudhatjuk, hogy nyilván azok mondják ezt, akik hisznek abba, hogy lélek. Vannak olyan emberek, hogy még ebben sincsenek tisztában, hogy jó, van egy ilyen szó, de hogy az igazából mi is, hogy is, az nem érdekes. Tehát még eszébe se jutott, hogy utána járjon ennek a kérdésnek. Hogy mi is az, hogy lélek. Szóval én csak ezzel kapcsolatban annyit mondanék, jó, hogyha valaki hallgat engem és ebben nincs tisztában, akkor annyit mondanék a lélekkel kapcsolatban, hogy a lélek miatt tudsz értelmes lenni. Tehát hogyha nem lenne benned ez a fajta, ez a típusú lélek, ami van benned, akkor körülbelül mondjuk egy majommal egyszintű lennél. De lehet, hogy sok ember így is olyan körülbelül. És akkor most ha hallgatsz engem, azt fölismersz az ismerőseid körödben, körében egy pár olyat. Szóval lényeg az, hogy az emberek azért értelmesek, mert van bennük egy ilyen típusú lélek, ami van. Tehát ezért tudunk gondolkodni, ezért tudunk megoldani dolgokat, ezért tudunk létrehozni dolgokat, stb. Stb. Ezért ki tudsz találni dolgokat, tehát ezért vagyunk ilyenek. Tehát ez a testnek semmi köze, ez mind egyértelműen ez a lélek, tehát egyértelműen. Na most, és akkor itt van bennünk egy olyan valami,
egy olyan szellemlény, ez a valamit akkor fejezzük ki, egy szellemlény, a szellemlénynek az a lényege, hogy három dimenzióban nem érzékelhető. Jó? Tehát ahhoz kell, hogy érzékeljen ilyeneket az ember, vagy egy plusz érzékelés, tehát nem az öt érzékszerv, hanem plusz egy hatodik, illetve egy olyan fajta működés, hogy az ember, tehát vagy, az illetve ez most egy esetben egy vagy pedig egy olyan fajta működés, hogy az illető képes érzékelni négy dimenzióban, vagy akár még magasabb szinten, mondjuk ez ritka, de létezik. És akkor képes érzékelni a négy dimenziós szellemlényeket. És akkor egy szellemlény ugye bennünk létezik, ez a lélek, amelyik bennünk van, nem az auránk az, jó, csak ebben tisztában legyünk, ez bennünk van, és ez a lélek, ez kapcsolatban van a többi lélekkel. Na most ez ugyanolyan, mint hogy például van egy ikerpár, és az ikerpár, mit tudom én, akár messze lakik egymástól, és érzékeli a másiknak akár a hangulatváltozását. De ez nem csak ikerpároknál szokott így lenni, ez lehet akár testvéreknél is, vagy akár idegenek közt is, akik olyan kapcsolatban vannak egymással. Tehát olyan szoros kapcsolatban vannak egymással. Tehát ilyen létezhet. Na most ez nem test, ennek a testhez semmi köze. Jó, ez megint lélek dolog. Tehát a lelkek kapcsolatban vannak, és akkor gondold végig, szeretetről beszélünk, és mi köze ennek a szeretethez, mert ugye említettem azt, hogy azokat jobban tudod és szívesebben tudod szeretni, akivel rokoni kapcsolatban vagy, vérrokoni kapcsolatban. Na most akkor nézzük meg a vérrokoni kapcsolatot, mondjuk a idézőjelben ezt a vérrokoni kifejezést, idézőjelbe téve, nézzük meg a lélek esetében. Tehát ezért, mivel ugye a vérrokon, hát a vérrokonhoz nem úgy viszonyulsz, mint egy idegen emberhez. Tehát általában a legtöbb ember a vérrokonát azt nem szokta folytogatni. Szóval a vérrokonokkal kapcsolatban az ember jobban visszafogja magát, mint egy vadidegen emberrel. Ez világos, nem? Nyilván kivételek vannak ezen a területen, de ez a jellemző. Ugye a kivételek azok mindig erősítik a szabályt. Tehát ez a jellemző. Tehát ami azt jelenti, hogy ha már ugye vérrokonokról beszélünk, akkor az ember a saját vérrokon, tehát például mit tudom én, találkoznál egy olyan rokonoddal, akit eddig nem ismertél, és kiderülne, hogy a vérrokonod, rögtön elkezdené más, bizalmasabb kommunikációt folytatni vele, ezt tudti. Érted? Mi jártunk ilyen helyzet, volt ilyen helyzet, már meséltem, most nem fogom elmesélni, mert elmegy bele az idő. Tehát lényeg az, hogy most gondolj bele, így viszonyulunk a testi vérrokonsághoz. Akkor nézzük meg, tehát magyarul, ha kiderül, hogy rokon, jobban szeretjük, nem? Egyszerűen fogalmazva. Na most, akkor nézzük meg a lélek kérdésben. Tehát a lélek, ha valaki azt gondolja, hogy kevésbé fontos, mint a test, akkor nagyot téved. Ugyanis a léleknek sokkal nagyobb szerepe van a testre nézve, mint azt a legtöbb ember gondolja. Sokkal nagyobb szerepe van. Sőt, mondhatnánk azt, hogy a lélek az fontosabb, mint a test. Mert a lélek miatt vagyunk emberek, és nem állatok. És a szeretet az nem a testből fakad, hanem a lélekből fakad. Ezt pontosan látni, az állatok azt szeretik, akiben érdekük van. Tehát például azért szereti a gazdáját, mert ő eteti őt. Érted? Tehát a gazdája eteti. Tehát az állatok, megnézed, tisztán
tisztán csak érdekszeretetet tudnak mutatni, de azt is csak a fejlettebb állatok. Tehát az alulfejlett állatok még erre se képesek. Tehát ilyen bogarak vagy ilyen. Tehát azok még erre se képesek. Tehát lényeg, azért szereti, mert az a gazdája. És jön oda egy idegen, azt már nem szereti, kész. Ennyi. Jó? Na most az ember az viszont képes szeretni olyat is, aki idegen. Sőt, bármi. Akár egy tárgyat képes szeretni. Én úgy szeretem az autómat, nem? Például. Vagy ezt az ékszert. Vagy stb. Stb. Nem? Tehát az ember sok mindenre tudja azt mondani, hogy szeretem. Tehát nem csak egy másik emberre. Tehát ez egy teljesen különleges dolog, ez a más élőlény erre nem képes itt a Földön, ez csak az ember. És az embernek ez a szeretet működése, ez abszolút nem a testből fakad, hanem ez lélek. Tehát minél nagyobb a lelki befolyás annál az embernél, annál képesebb a szeretetre. Minél nagyobb a testi befolyás annál az embernél, annál inkább érdekszeretetről beszélünk. Jó? Tehát olyan, mint az állatnál az érdekszeretet. Azért szereti, mert a gyereke. Azért szereti, mert a szüleje. Ez totál érdekszeretet. Ha nézek az állatot, mikor már nincs érdeke a szüleiben, már nem szereti. Nézd meg. Ennyi. Jó? Tehát ha valaki ebben kételkedne itt az érdek, az állatok érdek szeretetében. Szóval a lényeg az, egy test az így tud szeretni. Érdekből szeret. Na most az szeretetnek meg önzetlennek kéne lenni. És az önzetlen szeretet az lélekből fakad. Na most akkor nézzük meg. Hát hogy érheti el az ember az, hogy ez megint egy kis oktatás? Hogy érheti el az ember, hogy képe, bár itt az első részekben nem nagyon szoktam oktatni, de egy kicsit azért mostanában bele szoktam csempészni. Most gondolj bele, hogyha az első részekben ilyen tudást kapsz, akkor mit kaphatsz a másodikban? Na mindegy, lényeg az, hogy itt van bennünk egy olyan lélek, tehát egy olyan valami, tehát egy olyan szellemlény, amely a szeretetet tudja működtetni. És ugye tudjuk azt, hogyha két lény között van rokoni kapcsolat, akkor jobban szeretik egymást. Ezért például a közvetlen rokonok, közvetlen hozzátartozók, azok még nagyobb szeretet kapcsolatban vannak, mint a nem közvetlen hozzátartozók. Na most akkor nézzük meg ezzel kapcsolatban a lelkünknek a működését. Na most ugye a testnél mit mondunk? Azért, tehát nagyapámnak azért volt családja, mert tőle indult ki minden. Tehát a család azt jelenti, hogy tőle indult ki, neki volt 8 gyereke, majd a 8 gyereknek gyerekei, majd annak is gyerekei, meg párja is, stb. 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 És így akkor létrejött a nagy családi közösség. De az azt jelenti, hogy belőle indult ki. De ahhoz, hogy belőle kiinduljon, kellett hozzá egy feleség. És akkor úgy lehet, hogy megoszlott egyik, 5 gyerek az egyik feleségétől, másik 3 meg a másik feleségétől. És tehát így jött létre a 8 gyerek, aki ugye félig nagyapám, félig az anyja. És ezért van az, hogy a testvérek szeretik egymást, hogyha neked van testvéred, akkor gyakorlatilag félig ugyanúgy a aputok vagytok, félig meg az anyutok. Hát nézzétek meg, már azok a testvérek, akik csak mondjuk az apjuk közös és az anyjuk nem, már nem olyan viszonyban vannak egymással, a legtöbb esetben, mint azok, akiknek az apjuk, anyjuk közös. Hogy van egy kis különbség, az hód biztos. Na most, tehát ugye a testvéreddel azonos az apu, meg az anyu is. Tehát ezért szeretitek egymást úgy, ahogy szeretitek. Azért biztos, hogy nem mindig. Jó, de mondjuk
tegyük föl, hogy szeretitek egymást. Na most képzeld el, hogyha mondjuk úgy születhetne az ember, hogy nem kell hozzá férj és feleség, nem kell hozzá fiú vagy lány. Érted? Hanem te lehetnél mondjuk édesanyádból egy az egybe, és nem kell hozzá férfi. Vagy lehetnél édesapádból, és nem kell hozzá nő. Tehát magyarul, ha egy olyan születésed lenne, hogy egy az egyben egy szülőtől, akkor te gyakorlatilag ugyanaz lennél. Nem? És még közelebbi rokonságban lennél attól, avval a személlyel, aki létrehozott. Világos ez? Mert így te csak félig vagy anyukád, mert félig apukád vagy. Világos? Tehát te nem vagy teljesen anyukád, vagy teljesen apukád, nem. Félig ez? Félig az. Világos ez? Tehát akkor lennél teljesen anyukád vagy apukád, hogyha egytől lennél, 100%-ban. Világos ez? És akkor azt mondhatnánk, hogy nagyon-nagyon közeli rokonságban lennél vele. Mert gyakorlatilag ugyanaz lennél. Világos ez? És a világegyetemben minden értelmes lénynek a lelke ilyen kapcsolatban van. Ami azt jelenti, hogy egytől származik. Érted? Egytől jött létre. De ne úgy képzeld el, hogy mint ahogy most szül mondjuk egy nő, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz a gyerek benne, a méhében, érted? És az anya táplálja, ugye, a szervezetén keresztül, és akkor egyszer csak akkora lesz, hogy meg akar születni. Ne így képzeld el, hanem úgy, mintha azt mondaná az anya, vagy a férfi, hogy kivágok magamból egy darabot, és abból lesz az ember. Abból lesz a gyerekem. Érted? Nem tudom, értitek-e. Tehát a teremtő az magát osztotta meg, és ami bennünk van lélek, az a teremtőnek a része. Volt. Világos ez? Tehát magából adta. És mindnyájan így vagyunk. Hogy a teremtőből lettünk. Nem ő hozott létre, hanem kiszakította idézőjelbe magából. És az úgy, ahogy kiszakította, az egy értelmes lény. Nyílt tudott fejlődni a tudás hatására. És ő mit adott nekünk, embereknek, meg minden értelmes lénynek a világegyetembe? Azt adta, hogy amikor még tudása nincs az értelmes lénynek, akkor tisztán arra képes, hogy feltétel nélkül szeressen. Értitek? Tehát ő megosztotta magát, a tudást nem adta, hanem azt mondta, hogy fejlődj, lányom vagy fiam. Ugye ott abban nincs nem kérdés, tehát nemtelen kérdés van. Tehát fejlődj gyermekem, inkább úgy mondanám, hogy fejlődj gyermekem, és tehát a tudást azt nem adta, hanem fejlődj gyermekem. Hát nyilván segített a fejlődésbe, az nem kérdés. És de tisztán ott volt minden egyes lélekben a feltétel nélküli szeretet. Tehát, hogyha most a melletted lévőre nézel, nézz a melletted lévőre? Nézze mindenki a melletted lévőre. Tehát gyakorlatilag te lélek szinten közelebbi rokonságban vagy avval, aki melletted ül, mint testi szinten bárkivel. Na most akkor onnantól kezdve gondold végig,
a szeretet kérdést. Tehát magyarul, amikor te egy embernek ártasz akár fizikailag, akár gondolatban, akkor te egy olyan léleknek ártasz, aki egytőről fakad. Akivel te egytőről fakadsz. Nem biztos, hogy időben, sőt biztos, hogy időben nem. Tehát nem úgy történt, hogy egyszerre jöttetek létre, nem. Van, aki idősebb, van, aki fiatalabb, de közelebbi rokonság, mint egy testvér. Tehát olyan rokonság, mintha anyukád vagy apukád csak maga saját önnemzésből hozott volna létre. Érted? És az abból a szempontból tök mindegy, hogy hány év múlva jött létre a testvéred, de akkor nem is tudom, hogy neveznék, mert ez több, mint testvér. Érted? Na most akkor innentől kezdve gondold végig, hogy mivel az embereknek fogalmuk nincs, hogy hogyan jött létre a lélek, és az a lélek milyen kapcsolatban van egy másik lélekkel, hát ezért ugye nem tudják azt, hogy amikor bánt egy másik lélek, lelket, akkor gyakorlatilag a testvérét bántja. Érted? Mert ugye mi csak így tudjuk megfogalmazni, nincs rá szó. De a testvérét bántja. És nem is tudja, hogy az a testvére. Érted? Most gondolj bele, találkoznál egy emberrel, jó lecsesztéd, és akkor egyszer csak kiderülne, hogy a tesód, érted? Hogy a vér szerinti testvéred. Milyen lelkiismeret furdalásod lenne rögtön? Mert egy idegent lecsesztél, mit számít idegen, eddig se láttam, ezután se láttam. Érted? Na, jó, bemutatkoztam a testvéremnek. Pedig pont ez van. Tehát itt vagyunk mi emberek, és fogalmuk nincs, hogy mi az, hogy boldogság. Tehát ugye ha megfogalmazzuk, akkor a boldogságra azt mondanánk, hogy szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz, és azt csinálod, amit szeretsz. Ugye ez a hat dolog. Tehát az azt jelenti, hogy szeretetben működsz, egészséges vagy, elismerésben működsz. A működés azt jelenti minden esetben nálam, hogy oda-vissza történik. Tehát oda-vissza. Jó? Szabad vagy, van elég pénzed, tehát nincs szükséged, szükséged nincsen. Jó? És azt csinálhatsz, amit szeretsz. Nem amit akarsz, amit szeretsz. Ez a hat megvan, akkor ez a fizikai boldogság. De nem tudjuk azt, hogy nem véletlenül a szeretet az első. Nem véletlenül. Nem tudjuk azt, hogy a szeretetből fakad az összes további. És akkor most cáfolhatnád, mert mondhatnád azt, hogy dehogy nem, hát hány olyan embert ismernek, hogy a kutya se szereti, az tele van lóvéva. Hát jó, de akkor tegyük hozzá, hogy az ilyen az lopcsalt, hazudott. Tudti, hogy átvett másokat. Jó? Hát ezért hiába van pénze, nem lesz boldog. Mert hiányzik neki az egyes, ugye a szeretet, hiányzik a hármas, az elismerés. Jó? Sőt, szabad se lesz, mert tele lesz testőrrel. Ez nem szabadság, hogyha valaki csak testőrrel tud közlekedni. Na szóval mindegy, tehát rögtön a hatból már három nem is áll fenn. Tehát messze áll az illető a szeretettől, de nem is ez a lényeg. Hanem akkor hogy hozza létre a szeretet az összeset?
Tehát eleve egy olyan ember, aki képes szeretni, az egészséges marad. Amennyire nem képes szeretni, annyira lesz beteg. Jó? Most akkor nézzük tovább. Ugye? Akkor már az egészség kérdést is kipipálhatjuk, akkor nézzük meg az elismerést. Szeretet nélkül? Nincs elismerés. Ha úgy van elismerés, hogy szeretet nélkül, akkor ezt úgy hívjuk, hogy érdekelismerés. Azért látod azt, hogy vannak olyan emberek, hogy érdekből követnek embereket, és amikor ez az érdek megszűnik, akkor úgy ott hagyják, mint a sose látták volna. Na most akkor nézzük tovább, szabadság. Tehát egy olyan ember, amelyik ténylegesen nem szabad, az mit jelent? Tehát az a szabad, jó, egy szóval, illetve kettővel, aki nem fél. Ennyi. Tehát az a szabad ember, aki nem fél. Ha bárki elkezd félni, vagy már egy kicsit fél, az nem szabad. Világos ez? Minél jobban fél valaki, annál kevésbé szabad. Világos ez? Na most még azért ilyen megfogalmazásban sose hallottad. Pedig mennyire logikus? Na szóval, tehát ha megnézzük, az aki körülveszi magát testőrökkel, az fél. Bizonyám, mert különben nem venné magát körül testőrökkel. És mennyire fél? Hát ha sok testőre van, akkor nagyon. Na tehát, akkor a szabadság mitől függ? A félelemtől, ugye? Viszont ha megnézzük, ha egy ember szereti az embereket, akkor kitől féljen? Az még a jóisten se től se kell, hogy féljen, hogy mondja a magyar nyelv. Így van. Az még a jóisten se től se kell, hogy féljen. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Tehát akkor megvan a szabadság kérdése is, pénzkérdés. Jó? Tehát aki szeret embereket, az együtt is tud velük működni. Mert nem érdekből kell az emberekkel együttműködni, hanem azért, mert emberek. Érted? Mert ő én vagyok, érted? A lelkem. Tehát a lelkünk az társ. Az testvér. Érted? Tehát azért szeretjük őket, mert emberek. Érthető? És ha szeretsz embereket, akkor együtt fognak veled működni. Ez így működik. És ha emberek együtt működnek, akkor sok, tehát két ember együttműködése több eredményt hoz, mint egy meg egy. Három ember együttműködése több eredményt hoz, mint egy meg egy meg egy. Négy ember együttműködése többen eredményt hoz, mint egy, meg egy, meg egy, meg egy. Világos ez? És általában ez valamennyire hatványozódik. Tehát minél nagyobb a szám, annál inkább hatványozódik. Tehát egy, meg egy, kettőnél kevesebb a hatványozódás, mint mondjuk 10 ember együttműködése esetén. Világos ez? Tehát 10 ember együttműködése az nem ötszöröse lesz a két ember együttműködésnek, hanem többszöröse. Világos? Oké? Mert ugye a 10-ben a
kettő az ötször van meg. Jó? Tehát ha az emberek együttműködnek, akkor eredményességről beszélünk. Tehát abból eredmények jönnek létre. És az eredményeket szét tudják egymás közt osztani. És akkor onnantól kezdve lesznek anyagi problémák? Nem. Tehát nem lesznek anyagi problémák. Bezzeg ugye a mai világban, hogy élnek az emberek, majd én magamért dolgozok. Nem akarok én együttműködni a kutyával se. Találkozunk olyan emberekkel, akik elindultak a szellemi fejlődés útján. És magukat spirituálisnak tartják. És akkor azt mondják, mikor felkínáljuk nekik az együttműködést, nyilván ezek nem azt mondom, hogy általános ez, hanem vannak ilyenek, akik úgy gondolkodnak, hogy én a magam utamat járom. Nem akar együttműködni. Érted? Ezért megnézed az ilyen embereknek Lukas a gatyája a seggén. Meg a cipőjéből kikandikál a lábúja. Mert mivel nem működik együtt, nincs együttműködés, nincs pénze. Világos, mert az együttműködés vége, tehát eredményei a következők. Együttműködés, abból lesz az eredmény. Az eredmény meg cserére váltható. És ma a legfőbb csereeszköz a bolygón a pénz. Az eredmény az pénz. Nem, az együttműködésből eredmény lesz. Az eredményből pedig, az eredményt pedig pénzre váltjuk, cseréljük, elcseréljük az eredményt, elcseréljük. Tehát csere lesz belőle, és ma a legnagyobb csereeszköz, a legismertebb csereeszköz az a pénz. Tehát nem pénzre váltjuk, cserére, cserét kapunk az eredményért. Világos ez? Na most a cseré az nem liba, meg kacsa, meg ilyenek, érted? Hanem pénz. Ezt akarod, veszel rajta kacsát vagy libát, mindegy. Akarod mást. Jó? Tehát lényeg az, hogy ez így működik. Tehát úgy tud az ember tisztességes úton pénzhez jutni, hogy eredményesen együttműködik másokkal, ami cserére váltható. Az az eredmény. Világos ez? Tehát olyat hoznak létre együtt, amire másoknak szükségük van. Ennyi. Jó? Na most, ezáltal, akik képesek arra, hogy együttműködjenek másokkal, az szeretet nélkül nem lehet, mert az emberek előbb-utóbb átlátják, ha valaki szeretet nélkül működik együtt, csak érdekből, mert ugye olyankor az érdek jön mindig a szeretet helyett. Akkor nem fognak vele együttműködni. Tehát ha az ember azt akarja, hogy tisztességesen legyen pénze, akkor szeretetben együttműködve kell olyan dolgokat létrehozni, vagy dolgot létrehozni, amire az embereknek szükségük van. Ha ez a folyamat hiányzik, akkor jön az, hogy át kell verni az embereket, hogy legyen pénze. Világos, vagy olyanba kell részt vennie, ahol átverik az embereket. Ennyi. És akkor úgy lesz pénze. Igen ám, de akkor nincs szeretet. És onnantól kezdve nem fog szeretetet kapni, ha átver másokat. Magyarul, ha meg lesz pénze, de nincs szeretet, akkor lesz kitől félnie. Világos ez? Tehát létrehozza önmaga által
a negatív öngerjesztő folyamatot az életében. És ha már az ember, gondold végig, szereti az embereket, képes arra, hogy szeretetben együtt működjön másokkal, együtt létrehoznak eredményeket, olyan eredményeket, amire másoknak szükségük van. És ezt nem lehet így szeretni. És akkor olyat csinálhat, amit szeret. És akkor megvan a hatodik pont. Világos ez? Vagy olyat kell csinálni az embernek, amit utál? Nem, nem. Olyan, amit szeret. És ha eleve, még egyszer, egy ember szereti az embereket, együttműködnek olyanban, ami eredményeket hoz létre, olyan eredményeket, ami az embereknek kell. Ezért az emberek cserét adnak. Ez a munkája az illetőnek. Ezt lehet szeretni. Hát ha ezt nem lehet szeretni, ilyen tevékenységet, akkor mit? Milyen tevékenységet? A döglést. Mi? Dögöljünk már egy kicsit, már annyit dolgoztam. Vagy 10 percet. De vannak ilyen emberek, tudod? Ma annyit dolgoztam, kicsit pihenni kell. Mennyit dolgoztál? Hát vagy 10 percet biztos. De neki 5 órának tűnt, tudod? Az a 10 perc is, tudod? Azért kell pihennie, mert 5 órának tűnik az a 10 perc. Igen. Na szóval. Tehát így jön létre maga az a folyamat, amit boldogságnak hívunk. Tehát ebből bármi hiányzik, akkor nincs boldogság. Oké? Ha bárkinek bármilyen kérdése merült volna föl azzal kapcsolatban, hogy mi mit csinálunk, jó, vagy bármivel kapcsolatban, akkor forduljon a vezetőjéhez. Ha nem tudja, ki a vezetője, akkor keresse az irodánkat, megtalálhatja az elérhetőségét a weboldalon, és az irodában megmondják, hogy ki a vezetője, és akkor tőle kérdezhet. Várunk mindenkit szeretettel a mi olyan közösségünkbe, ahol van egy óriási küldetésünk. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást, ami ahhoz kell, tehát tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget is juttatunk el, tehát ezt a hármat egyben, ami által az emberek képessé válnak az élethelyzeteiket, minden élethelyzetüket helyesen kezelni. Nyilván ez idő. Képessé válnak problémákat megoldani, sőt, megelőzni. Képesekké válnak célokat megvalósítani. Képesekké válnak másokat ezekben segíteni, másokhoz hozzásegíteni ezeket. És képessé válnak a lelki fejlődésre. És a lelki fejlődés következménye, az emberek lelki fejlődésének a következménye, az aranykor társadalma. Az aranykor társadalma azt jelenti, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élhetnek. Ahol nincs háborúskodás, de még személyes konfliktusok sem. Mert azonnal képesek megoldani, vagy megelőzni a személyes konfliktusokat. Egy ilyen társadalmi formát kell létrehoznunk a bolygón, ahol nincs szükség központi irányításra, mert mindenki tudatos. Egy tudatos embert nem kell irányítani, mert pontosan tudja, hogy neki mit kell tennie. Tehát egy tudatos ember képes arra, hogy együttműködjön. És nincs szükség egy nagy tudású valakire, aki majd megmondja annak a csoportnak, hogy mit tegyen. Érted?
Mert a tudatos emberek pontosan tudják, hogy mit kell tenniük. És egymással meg tudják ezt beszélni. És azután, ennek is célja van az aranykornak, de ezt most nem mondom meg, hogy mi a célja, mert az is csak egy tovább lépés, képzeljétek el. Tehát az aranykor is egy tovább lépés. Tehát itt a világunk végén van egy tovább lépési lehetőség az emberek számára, az, hogy szellemileg olyan szintre felfejlődjenek, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Utána az aranykor is egy átmeneti időszak, hogy szellemileg egy következő szintre fejlődjenek. Egy következő szintre. Na most azért mondom, hogy a világunk vége, mert ez szó szerint az. Tehát ennek a világnak úgy ér véget, hogy bekövetkezik az aranykor. Aki ezt nem akarja elviselni, hogy ez így lesz, azt pedig internálják. Nem vicc. Száműzik. Így van. Erről a bolygóról. Ilyen egyszerű. Jó? Most arról megint nem beszélek, hogy hova, miként, merre, meddig, ezt is tudom, hogy, hova, miként, merre, meddig, de ezt most nem mondom, jó? Mert nincs rá időm. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után fogok majd megint következni, de a szünetet nem én rendelem el, hanem a házigazdáim. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Tehát, mint amiben bemutatkoztam, én Bartáni Tusaki Bolya vagyok, civil foglalkozásom eredendően kereskedelmit végeztem. Gyuláról érkeztünk, családi helyzetem, házasságban élek, van egy 11 éves kislányunk. Én miért kezdtem le a Nyílt Akadémiát? Ezt már egy párszor elmondtam, lehet, hogy valaki már hallotta, valaki nem. Először a párom kezdte igazából a képzéseket, nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni a második részekben is, és én a második részek hallatával kapcsolatosan megtapasztaltam, hogy itt valóban azt a tudást kapjuk meg, ami a jövőben kell. Tehát aki, mint ahogy az első részben is most elhangzott, az, hogy az aranykorba tudjunk jutni, kell hozzá egy lelki fejlődés, kell hozzá egy tudás, és azt tényleg már én is el tudom azt mondani, hogy itt kapjuk meg, nagyon sok irányzatban voltunk, nagyon sok fele tanultunk, és tényleg nem kaptuk meg azokat a módszereket, azt a tudást, amit itt megkapunk Szedlecsik Miklós tanítása által. Nagyon sok mindent föl tudnék sorolni, hogy mennyi mindent kaptunk, nekünk is mennyi problémánk volt, és tudom azt mondani, hogy már a múlté. Amit meg már most kapunk feladatokat, azokat meg már... Azt meg már meg tudjuk oldani, megvan hozzá megfelelő módszerünk, tudásunk. Hát vele is mondtam, hogy mit adott nekünk igazából a Nyílt Akadémia. Nagyon sok mindent tudnék még mondani, de van itt más is, aki szeretne erről beszélni. Mint ahogy elhangzott már, Barta Tusek János vagyok, ugye mi egy pár vagyunk. Ez is kiderült már egy párszor. És ugye én kezdtem el hamarabb a Nyílt Akadémiát. És megfogalmazottak bennem mostanában a gondolatok, hogy miért is más ez az egész, ahogy van. Ugye beszélgetünk, szervezünk embereket interneten, nagyon sok spirituális van köztük. Sokszor elmondják, hogy mivel foglalkoztak. Mi is foglalkoztunk pránadival, szellemgyógyászattal, mindenbe belekóstoltunk, amit csak van, még olyan dolgokban is, amivel nem kellett volna soha. És akkor azt is hittem róla, hogy ez nagyon szuperul működik, hát nem működött. Egy idő után, amikor már megtelt a fejem mindennel, ezt biztos sokan érezték már, akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy nem menjünk többet sehol, mert elég volt. Majd én tudok most már mindent. Ez sem működött egyáltalán, és egyszer az égieket megkértem, hogy jó, akkor mutassák meg a következő lépést, mert unatkozom. Meg nem tudom, hogy mit csinálják. És akkor kaptam a Facebookon egy hirdetést, rákattintottam, azonnal a irodát felhívtam, nem sokat gondolkoztam rajta. Beszéltem a Miklós párjával, és mi így indultunk el egy hét gondolkodás után. És visszatérve arra, hogy a spirituális emberek, hogy én milyen voltam, hogy ugye mindig a múltba nyúlunk vissza jó pár ezer évre, hogy ami működött, azt majd idehozzuk ebbe a valóságba. De hát az nincs. Már nem talicskával járkálunk, meg gyalog, meg lovaskocsival, hanem felgyorsult a világ.
az a tudás nagyon jó arra, hogy egy ember elfejlődjön egy szintre, kinyíljon a tudása, de nem a jövő. Igen, még arról szerettem volna beszélni, ugye csapatszervezés, és mi úgy kezdtünk el csapatot szervezni, hogy szinte véletlenül, mert csak elmondtam embereknek, ők megjöttek. Egy idő után viszont ez nem volt elég. Valami tudományos módszerhez kellett folyamodni, hogy továbbfejlődjön, és akkor kértünk tanácsot. És ezekből a tapasztalatokból rakodik össze már szinte az életünk, hogy úgy oldjuk meg a dolgainkat, ahogy megoldjuk mostanában már, szinte az képest, amilyenek voltunk ugye 5 éve, az képest egy profi módon. És tényleg... És tényleg azt is el tudjuk mondani, hogy mint például máshol nem volt lehetőség az, hogy oké, megtanultuk a dolgokat, de nem tudtuk sehogy gyakorolni. Tehát ez tényleg az, hogy a csapat által egy hatalmas fejlődést tudunk kapni. A másik pedig az, amit itt elmondott nekünk a Szilacsik Miklós, azt a 6 pontot itt, ezt mindet tudjuk érvényesíteni, mindet. Akkor a szeretet tudunk tényleg adni, kapni, tehát minden működik, minden, amit csak el tudunk képzelni. Ez egy nagyon csodálatos dolog, képzeljétek el, hogy én nem mondom, mert én nagyon-nagyon örültem nekem, amikor mai nap folyamán meghaladtam, hogy megszületett az első PPH-s baba. A mai nap folyamán délelőtt. Tehát minden, tényleg minden. És én, aztán minden előfordul. Minden előfordulhat. Én azt üzenem azoknak az embereknek, akik ma hallgatnak először minket, vagy már tudjuk olyan is, hogy nagyon sokan vannak, akik régóta hallgatják az első részeket. Ne gondolkozzon, mert legjobb helyen tud lenni. Nekem mindig azt szoktam mondani, hogy életem egyik legjobb befektetése volt, amikor elkezdtük. És a másik pedig az, hogy tehát, tényleg azt lehet mondani, nevetséges áron vannak a képzések. Tehát aki azt mondja, erre nincsen pénze, akkor az szerintem nem mond igazat. Tehát tényleg olyan áron érhetőek el, ami megfizethető. Így van. A szünet után probléma megoldó coachképzésünk lesz, melyen, ha lehetősége van, várjuk szeretettel, hogy vegyen részt. Ezt megteheti úgy, hogyha egy olyan társaságában van, aki jogosult a képzéseket megnézni, megnézheti egyszer végig, vagy olyat is lehet csinálni, hogy elkéri a linket, és egyszer el tudjuk küldeni, hogy megnézze végig a képzést, aztán pedig eldöntheti, hogy szimpatikus-e, amit itt csinál, a Szedlacsik Miklós és a többiek, vagy ha nem érdekli, akkor örülünk, hogy megnézte az ajánlatunkat, és hogy részvételével megtisztelt minket, és elköszönünk Öntől. Most pedig 20 perc szünet fog következni. Köszönjük szépen!